Szeretném tájékoztatni a tisztelt város lakosságát képviselő testületet, hogy az elmúlt héten tárgyaltunk a minisztérium képviselőivel, kormány megbízottú küldöttségeit volt a városban. Jelen volt itt az osztályvezető kedvezőasszony, a polgármester úr, tanúszodával kapcsolatban volt egy egyeztetés. Hegyfalu és több város vagy önkormányzat vezetői itt voltak. Van, aki sportcsarnokot épít, Sümeg városra tanúszodát épít. Szeretném itt hangsúlyozni még egyszer mindenki előtt, hogy a tanúszodát Magyarország kormánya, Sümeg város önkormányzata fogja építeni. Pont, és ezt beszéltük meg éppen kormány megbízott úrnak a képviselőivel, hogy mennyi önerő szükségeltetik hozzá, és mi fogjuk megépíteni a helyszín, az adiskola, volt adiskola, jelenlegi óvodának a tornapályája, leadtuk a helyzeti számokat, minden. Tehát a lényeg az, hogy a tanúszodának a helyszíne intézményhez közel kell, hogy legyen. Ami nagyon fontos, két miniszter koordinálja az egészet. Az egyik a belügyminisztérium minisztere, a másik pedig az emberi erőforrások minisztere fogja az egészet koordinálni, és aki összefogja az egész rendszert, az pedig a ezzel megbízott, kormány megbízott. Jó hír ebben a dologban az, hogy a tulajdon, sajnos a nem jó hír, az nem a városé lesz, a tulajdont azt állami tulajdonba fogják venni. Jó hír, hogy nem kerül egy fillérünkben a fenntartás se, hiszen a Nemzeti Fejlődő Sport Bizottság, illetve szervezet fogja fenntartani. Azt kell eldöntenünk majd a későbbiek folyamán, hogy 33 vagy 25 négyzetméteres úszodáról beszélünk. Ami nagyon fontos, hogy be kell bizonyítanunk azt, hogy miért 33 méteres és miért 25 méteres úszodáról beszélünk. Ami nagyon fontos ebben az egészben az még az, hogy a 25 métereset preferálják, hiszen a 25 méteres úszodának, mivel nem mi tartjuk fel az állam, a fenntartási költségei kevesebbek. Erről még annyit kell tudni, hogy itt elhangzottak, hogy állítható mélységű medencéről van szó, amely emelhető 40 centitől a 1,90 mélységéig, és ezt a medencét miután kettőig használhatja az iskola, utána a nagy közönség elő is meg lehet nyitni, és jövő szeptemberben már a tanterbe, Sümeg tanterbe szerepel az iszás oktatás. Eddig jutottunk el, és amint most elküldtük az összes paramétereket a telekkel kapcsolatban, hamarosan megkapjuk a választ, és akkor kell igazából aláírnunk a megállapodásokat, és neki állhatunk remélhetőleg még a nyár folyamán az építésnek. Röviden szerintem elmondani tájékoztatásképpen, és akkor ki kért napjelenni pont el? Én napidődök átugrásában. Tisztelt képviselő társaim, egy nap. Napirendi nincs átugrásban. Nincs napirendi pont, a keretben ki kér. Ismertettem a napirendi pontokat, amikor érkeztél fogni. Akkor összefogadjuk el a napirendi pontot, vagy az előtt akar szólni. Hogy az előtt. Tessék. Tegnap a Oktatási és Kulturális Bizottság is, és az Ügyleti Bizottság is, az alpolgármester urával ismertett egy 12. napirendi pontot, a Nemzeti Kulturális Alap pályázatával a 10. szentével kapcsolatos kapcsolatosan. Azt a javaslatot, hogy kívánja tenni a képviselőtársaink elé, természetesen egyetértve szakmailag is, hogy ezt meg kell rendeznünk, de azelőtt, mielőtt a képviselő testület dönt a pályázatnak a benyújtásáról teljes részletességgel, történjen egy egyeztetés a 10 év alatt résztvevő szervezőkkel közösen, hogy milyen programmal, milyen pénzügyi költségekkel merjük és tudjuk beadni a pályázatot, mert azt is tudjuk, hogy van rá lehetőség pályázni, utófinanszírozott a pályázat, és azért csináljunk és egyeztessünk több fordulósnak, ha nem nyerünk, ha nyerünk, milyen összeggel fogunk nyerni. És ezt az egyeztetést azt javasoltuk, hogy hétfőn 2 órakor polgármester úrnak a vezetésével az érintettekkel, a borászoktól, az összes, aki eddig 10 évig valamilyen formában részt vett fizikailag is. A támogatásban, a szervezésben egy közös koordinációval legyen egyeztetés, és a legközelebbi testületülésünkön legyen meg a döntés a pályázat csatogálása. Akkor vegyük be a napi rendet.
Hát ne fogadjuk, ne tárgyaljuk most. Ne tárgyaljuk, jó, oké. Hát azt mondjuk, vegyük rá. Vegyük le. Én annyiban, amilyen jajlodom a szókérdének, hogy kicsit megfordítanánk a dolgokat, mert könyvvizsgáló szünet is menni kell, meg hogy akkor tárgyalnánk először Ákos, azt kérném egy kis türelmet, kérek tőletek, tárgyalnánk az első napi rendi pontot, és utána sor első kettőt, és utána sor kerülhetne akkor a tájékoztató, ha így jó. Jó, napi rendi pontokat megadom elének a szót. Köszönöm szépen. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, tisztelt önkormányzat, Potép Kft. Idegenforgalom szállaival felajánlást tesz az önkormányzat részére. Az adóbefizetésekben a közérdekű kötelezettségvállaláson és a várbérleti díjon felül évente 50 millió forinttal kívánunk hozzájárulni egy-egy csüvegi létesítmény megvalósításához, amennyiben az általunk befizetett adóból az önkormányzat is mellé tud tenni 50 millió forintot, és így nagyon-nagyon tudunk lendíteni a város fejlődését. És nagyon a legfontosabbnak tartottam én is az üszodát, de miután ez megoldódik, akkor a második legfontosabb az lenne, hogy a idegenforgalom a belvárosba is le tudjon jönni. Ehhez viszont nagyon fontos, hogy a látogató vendégek le tudjanak parkolni. A V-árkokat, illetve az árkokat, ezt célszerű lenne lecsörözni, és mögött a parkolóhelyeket kialakítani. Ennek a terveit már meg is rendeltem, hamarosan el is készülnek a belvárosi szakaszon. Nyilván nem a fehér kövektől a marcali, mert nem a mi dolgunk lenne, de egy szelete ez a Szent István tér, és a másik szelete pedig a Petőfi és Árpád utca. Ezeknek a tervezések között hamarosan el is készül, és reményeink szerint a következő iskolaiban zártában szerint a szakaszon is megkészül. Köszönöm szépen, örülök nagyon a felajánlás. A következőt mondanám, hogy a tárgyaljuk majd felszínű csapadék visszatervezését, addig nem lehet parkolókat építeni, szükség lesz a közútkezelő engedélyre, sok mindenre, tehát először a csapadék vizet megépítjük, és utána jön majd a parkoló. Köszönöm a terveket, az egy nagyon jó dolog. A Liviától kérem, hogy akkor a Hotép Kft-nek a számos számot, amire az 50 milliót át tudják utalni, megteheti, mert önerőt kell biztosítanunk a tanúszodához, 50 millió forint önerőt fogunk letenni, és akkor a másik felét akkor az önerőnek ad. Tehát 50-et teszünk hozzá, és akkor még 50-et hozzátehetünk, és 33 négyzetméteres úszodát fogunk építeni. Méter vagy méteresen? Méteresen, igen. 33 méteres, így van, akkor azt az 50 milliót arra fogjuk fordítani, hogy 33 méteres úszodát fogunk építeni, úgyhogy akkor azt kérem, hogy május 31-ig az az 50 millió legyen a számlánkon, és akkor egy pillanat, hadd mondjam el, mert mindenki mondja itt a dolgát, hogy próbálj, szeretném mederbe terelni. Május 31-ig jelezni fogjuk a minisztérium felé, hogy 33 méteres úszodát akarunk, és biztosítunk hozzá még 50 milliót, az 50 milliót pedig biztosítjuk önerőnek mi, és így meg fog épülni a 33 méteres úszoda. Úgyhogy a felajánlás találkozott az ötleteinkkel, akkor május 31-ig akkor ezt az 50 milliót elfogadjuk. Én kérnék is rá egy megerősítést akkor a testület részéről, hogyha egyetértetek, hogy ezt el tudjuk fogadni május 31-ig, akkor az 50 millió. Jó, kérdezzük, csak mondom május 31, de nem tárgyalunk, hanem csak annyi megerősítés, hogy elfogadjuk a felajánlást. De nem tárgyaljuk, volt egy közben egy bejelentés kész. Megköszönjük, tovább lépünk, jó, rendben van. Jegyzőasszony, tovább lépünk, tovább lépünk. Van meg egy kis ütöm is, azt mondom, hogy a testület ülésen a testület hozott erről döntést, hogy elfogadjuk felajánlást abban az esetben, hogyha olyan cél elfogadjuk. Tehát erre van egy testületi döntés, azért tennem a kezem, hogy akkor már van egy megerősítő testület. Lépünk tovább, elfogadtuk a felajánlást, május 31-ig várjuk az 50 millió számára. Köszönjük.